fontos üzenetet közvetít a kisfilm, amit a napokban töltött fel közösségi oldalára az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A szüreti időszak egyik legnagyobb veszélyre, a musgázmérgezésre hívják fel a figyelmet. Ugyan a szőlészeknek, borászoknak az év egyik legfontosabb időszaka a szőlő betakarítása, azonban a must terjedése rendkívüli veszélyeket rejt magában. Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke azt mondja, hogy ugyan a statisztika szerint minden évben kevesebb a mustgázmérgezések száma, az mégsem nulla. Így fontos, hogy újra és újra felhívják rá a borkészítők figyelmét. Ez egy olyan gáz, ami nehezebb, másfélszer nehezebb a levegőnél, alulról szépen felteríti a helységet, kiszorítja a levegőt és hulladásos halált okozhat ezáltal. Legtöbb baleset általában abból szokott lenni, hogy úgy csak beugrok egy percre, csak gyorsan végzek mindennel, és közben a gázzal pedig tele van már maga a helység, és nem jut ki az illető. A lepréselt szőlőlé erjedése folyamán melléktermékként széndioxid, vagyis musgáz keletkezik. A szakértő szerint nagyon fontos az erjesztő helyiség folyamatos szellőztetése és az ellenőrző eszközök használata. Ilyen lehet például egy égőgyertya, ami azonnal elalszik, ha a pincében már túl sok musgáz van, illetve nincs elegendő oxigén. Azonban a szakértők szerint nagyobb biztonságot nyújtanak a széndioxid mérőeszközök. Musgáz az egy elég alattomos gáz ebből a szempontból, mert nem okoz azonnali eszméletvesztést, hanem szépen lassan telítődik a levegő, és ezáltal mondjuk az első tünetek azok, hogy egy kicsit álmosabbnak érezzük magunkat, kicsit fáradtabbnak érezzük magunkat, ezt rá szoktuk fogni arra, hogy ó, hát hosszú volt a nap és elfáradtunk, de ez nem biztos, hogy az. Az első jelek után hamar eszméletvesztéshez, majd fulladásos halálhoz vezet a belélegzett széndioxid. Hazánkban 40-50 ilyen esethez riasztják a tűzoltókat és mentőket évente, de az esetek többségében már nem tudnak segíteni.